Végzős, alkalmazott fotográfus diákok bemutatkozó kiállítása nyílt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Mandula Alexandra, Kis Ágnes, Kujbus Dorina, Berencsi Kitti és Szikora Dorina alkotásait tekinthetik meg a látogatók a harmadik emeleti kamarateremben. A megnyitón Tomaszowski Anita könyvtárigazgató kiemelte, az intézmény támogatja a fiatal tehetségeket, a hétfői megnyitó az ünnepi könyvhét első állomása. A diákok a nyíregyházi művészeti szakközépiskola tanulói. Ezeket a képeket azért hoztam, mert szívemhez legközelebb a fotográfiába, az épületfotózással. Nagyon szeretek a formákkal játszani, szeretem a fényárnyék játékokat és a letisztult formákat, ezért áll a legközelebb a szívemhez. Szeretem az emberekkel való kapcsolatokat is, viszont nehezebben nyilvánulok meg, ezért inkább ezt szeretem a leginkább. Továbbtanulásom szempontjából sajnos nem jött idén össze a dolog, de még fogok próbálkozni jövő évben. Nagyon kevés korlátozott számban lehet felsőoktatásba bekerülni fotográfiába. A kiállításon Karádi Zsolt egyetemi tanár kiemelte, az elkészült alkotásokon látszik, hogy a készítőknek van esztétikai előképzettségük, és művészeti képzésen tanultak. Az évek alatt sokat fejlődtek, és egymást is inspirálták. A bemutatóra az elmúlt évek legjobban sikerült képeivel érkeztek a diákok. Úgy gondolom, hogy az ifjúság nagy része magában hordoz egy olyan tehetségfaktort, amelynek a kibontásához, ha megvannak az eszközök, megvan az iskolai háttér, akkor ez mindenképpen kibontakozik. A lányok úgy vélem, hogy művészetiben megkapták azokat az alapokat, amelyek birtokában tehetséges pálya elé néznek, attól függetlenül, vagy függően, hogy ki a fotográfia melyik nyomvonalán óhajt majd ténykedni, de azt hiszem, hogy örülhetünk annak, hogy ilyen ügyes, okos, tehetséges diákjaink vannak. A fotókon többek között árnyjátékokat, portrékat és színházi felvételeket is láthatnak az érdeklődők. A megnyitón az is elhangzott, a képek alapján elmondható, hogy van utánpótlása a nyíregyházi művészeknek.